Köszöntöm a mikrofonnál Komaliszki Zoltán. 2024-ben is tartalmas programokkal építi a közösséget a városrész egyik legmeghatározóbb civil szervezete. A műsor vendége Jungedina, a Virázó Veszprém Egyesület elnöke. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Köszönöm szépen a megkívást, üdvözöllek Zoltán és a hallgatókat is. Edinával megismerkedésünk óta tegeződünk, biztosan megértik a hallgatók, ha most is így teszünk majd. Mielőtt az előttünk álló rendezvényekről beszélgetnénk, ejtsünk néhány szót 2023-ról. Mi az, amit mindenképpen kiemelnél a szervezet munkájával kapcsolatban, amit visszatekintve szívesen megemlítesz majd? Gondolom az 50 éve születésnapi buli mindenképpen ide kifánkozik. Igen, igen. Hát ugye 2023 nem csak a város ünnepléséről szólt, hanem én úgy gondolom, hogy a lakótelepek és az ott dolgozó intézmények életéről is, akik igen, van, aki már 50 éve működik itt a lakótelepen, és Hát összekötöttük a a hasznosa, és ö, nagy utána járások ö, véget kiderült, hogy ugye a lakótelepünk is 50-es éveit tapossa, és ennek örömére rendeztük meg ezt a haszkó 50. születésnapi partit, ami nagyon nagy sikerrel zárult. Úgyhogy minden korosztályból jelen voltak, a kicsiktől az idősebb szépkorúakig, és mindenki megtalálta a neki megfelelő kis programot, hogy nagyon kellemesen telt ez az a nap. hogy nagyon büszkék vagyunk erre a napra, erre a programra. Erre is. Erre is, Mert igen. mondtad, hogy volt azért egy-két szép pillanat tavaly. Igen. Mit sorolnál még a, a Virágzó Veszprém Egyesület kb. 4-5 évvel ezelőtt kapott egy felkérést egy másik egyesülettől, hogy vegyen át egy programot, mert már nem tudják ők folytatni, és mi nagyon nagy örömmel álltunk ennek a kérésnek a teljesítés elé. Így a Lokál Patriótáktól megkaptuk a Virágos Veszprém Programot, amit ők 20 évvel ezelőtt kezdtek el itt a városban, a lakótelepeken, a Zord beton tömegeknek, a épületeknek a felvirágosítására tették le a lantot, és hát mi ezt nagyon nagy szeretettel átvettük tőlük, és ígértük nekik, hogy amit csak tudunk, beleadunk, és még nagyobb, még nagyobb szeretettel, lendülettel nekiállunk ennek a programnak, és hát nagyon nagy sikere lett ennek a programnak, mert nem csak a lakótelepi bérlakásokat, hanem a családi házakat, a város szinte az összes zugába az egében elmentünk, és a virágosító programot hirdettük, és örömmel mondhatom, hogy de nem csak a városban, hanem a városon kívülre is sikerült ezt a programot elvinnünk, úgyhogy eléggé nagy területet befed most már ez a program. Igen, erről régen is meséltél, hogy ez szándékod volt, ez 5-6-7 éve volt talán, egyszer beszélgetünk erről, és akkor mondtad, hogy szeretnéd ezt az egészet kicsit tovább vinni mm -hmm. más településekre is. Igen. Ezzel szerint akkor Sikerült. elérted a Igen. célodat. Igen, három-négy településen ott vagyunk ebben a programmal. A célunk az lett volna, hogy 2023-ra a Veszprémből a sugárútakon kifele menő és érintett településeket, falvakat, illetve kisebb városokat érint ez a program, hogy eljuthasson ő hozzájuk is. És hát sikerült, hogy nem mindegyik irányba, de két-három irányba el tudtunk menni, és hát nagyon-nagyon kedvelik ők is ezt a programot. Sok érdekes beszélgetést sikerült rögzíteni, vagy továbbítani a haszkóvó hírmondóval. Igen. Hát ezt hogy fogom... értékeled ezt a tavalyi évet ebből a szempontból, az csúcson járt. Igen, szerintem. igen, igen. Nagyon fogékonyak voltak az emberek arra, hogy ők is megmutathassák azt, hogy mit tettek le 20-30-40, illetve 50 év alatt, mit tudtak a városnak adni, a lakosságnak, az embereknek és saját maguknak, hogy meg tudták-e valósítani azt a célt, amit ők 20-30-40 évvel ezelőtt elterveztek. Úgyhogy rengeteg interjút készítettünk, felkerestünk, nagyon rég már bezárt, már nem működő vállalkozásokat, intézményeket, és nagyon-nagyon szívesen meséltek a szépkorú emberek, ugye, mert már ők egy idősebb korosztályt képviseltek, és csak jöttek és jöttek, és megmondom őszintén, hogy az idén is lesz erre nagyon nagy kelet, mert most inkább a sportvonalon folytatjuk ezt tovább. Eddig ugye a kultúra, a történelem az, ami a 2023-at jellemezte, most egy kicsit átváltunk arra, hogy milyen hírességek, milyen neves emberek bújnak meg itt a Haszkóvó lakótelepen, akik vagy úgymond nem nagyon sok szó esett, de mi szeretnénk őket is ismét a topra felemelni, és beszélni róluk, hogy ők hogy érték meg a haszkóvó lakótelepen az elmúlt 50 évet. Előfordulhat, hogy olyan is hallgatja ezt a műsort, aki nem találkozott még ezzel a fogalommal, hogy haszkóvó hírmondó, miről is van szó pontosan? A haszkóvó hírmondót körülbelül hát másfél évvel ezelőtt hoztuk létre, és pont emiatt az 50 éves évforduló miatt szerettük volna az itt élő embereknek bemutatni azokat a úgymond intézményeket, híres embereket, nevezetességeket, amik az 50 év alatt itt generálódtak, kifejlődtek. Úgyhogy itt nálunk a történelem, a sport, a művészet, a zene, csak egy átlag ember élete is ide beletartozik, hogy ő milyen szempontok szerint élte az 50 éve. És ö, én úgy gondolom, hogy erre mindig is lesz ö, egy olyan hallgató fül, aki ezt szívesen meghallja, hogy mi történt az elmúlt 50 évben. Ugye ide jelentkezhetnek abszolút civilek is? Igen, nem igen. feltétlenül, ahogy mondtad is, nem feltétlenül hírességek és közismert személyiségek. Hol lehet jelentkezni, mit tudjon az, akit ez most érdekelne? Azt el van egy olyan rovatunk, amit pont az említettél, hogy a haszkovó embere. És nem kell neki híres embernek lennie. Nagyon sok ilyen emberrel készítettünk interjút, őket úgy neveztük, hogy a haszkovó embere című rovatunk, és ide lehetett jelöléseket leadni. A Haszkóvó Hírmondónak van egy weboldala, és ott lehet kapcsolatot felvenni a kollégákkal, akik számos kérdések alapján megkérdezik, hogy Miért őt jelöli, miért őt szeretnék, hogyha egy kicsit többet tudnánk róla. Úgyhogy a Haszkova hírmondó oldalára, hogyha felmennek akár a weboldalon keresztül, akár a Facebookon keresztül, akkor ott nagyon sok információt megtudnak erről a programról. Ugye ez a Virágzó Veszprém Egyesületnek egy alprogramja. Nagy találmány, annyi biztos. Igen. Jutasi köztérben. Jutasi köztéren, működik, igen, működik, illetve program. van egy saját kis irodánk is, most már, úgyhogy felváltva itt is ott is jelen vagyunk akinek amihez közelebb. És aki követ benneteket, hogyan tudja meghallgatni az adásokat? A Youtube-on fel van az összes eddig elhangzott riportunk, úgyhogy vissza lehet őket keresni, a Haszkóvó hírmondó címszó alatt. Minden, az minden összes lehet, riportunk minden. fönt van, igen, igen. Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés. Igen. Ez ritkaság, azt ritkosság, hiszem. Ritkaság, igen. Meg azért ritkaság, én szerintem, mert mondom, másfél éve elkezdtük, és még mindig tartja magát ez a program, hogy, hogy igenis mindig vannak olyan emberek, akik szeretnék bemutatni magukat, igenis vannak olyan intézmények, akikről szeretnék még többet megtudni. Tehát nem ült el, nem csendesedett el ez a program, hanem mai napig is jönnek, és szeretnének jelentkezni, hogy ők is szeretnének bemutatni magukat. Nagyon helyesen. Örülök. Én hiszek benne, hogy mindenkinek az élete érdekes lehet. Uh -huh, igen. Tehát Tanulságos lehet, a, mondjuk úgy most ez nem egy degradáló kifejezés akar lenni, a teljesen hétköznapi utcai ember élete is fontos lehet, Viszont. mindenből lehet tanulni, Igen. és levonni tanulságokat, meg mindenki szeret magáról kicsit beszélni, megmutatkozni, Igen. és erre nagyon jó, hogy, hogy lehetőséget kapnak Igen. nálatok. Tavalyról még, még egy emlék, még egy fontos. Igen. Volt a Virágos Veszprém adó gálánk, ami ugye 20 éves jubileumi gála volt, ami azt is jelentette, hogy 20 év alatt próbáltuk feldolgozni azokat a kerteket, kertészkedőket, akik minden egyes évben hozzátettek valamit Veszprém látképének javításához. És ezek, ezekből a kis kertekből, kertészekből mi készítettünk egy könyvet. 20 év képekben Veszprém legszebb kertjei címmel, és ez egy 145 oldalas könyv, amit nem kapható ugye közforgalomban, ez csak egy ajándékozási ajándék. Reprezentációs. Igen, igen. Tehát azoknak a, a, az embereknek adtuk ezeket ajándékba, akik húsz éve benne vannak ebbe a programba, illetve csatlakoztak hozzá, és nagyon szép kerteket, illetve látképet produkáltak, ami veszpremnek eléggé jelentős benyomása, én úgy gondolom. Szépen telt ez a 2023. Nagyon, nagyon szép. Ugye erre a könyvre is, meg ez a programra szerint... is büszkék vagyunk, igen. Továbbra is Jung Edina a virágzó Veszprém Egyesület elnöke a műsor vendége, akivel a szervezet idei legfontosabb programjairól beszélgetünk. Hát megjöttek a dárcversenyek, és nagyon nagy sikert arattok ezzel Igen. a kezdeményezéssel. Ugye tudni kell, hogy a volt kis étterem melletti vendéglátó helyen rendeztétek be ezt a termet dárcversy helyszínt. Vannak gyermekfiadalok. Sőt, Olyanok, hogy más megyéből is érkeznek Veszprémbe, Igen. csak azért, hogy versenyezzenek. Igen. Na mi itt a történet? 2022-ben volt egy megbeszélésünk más okokból kifolyólag sportágazaton, és akkor tudtuk meg ezt az információt, hogy Veszprémben a dárcosoknak sajnos nincsen már helyük, és nem tudnak hol gyakorolni. Az Egyesületünk sportvezetője úgy gondolta, hogy felkarolja akkor ezt a témakört, és egy másik egyesülettel illetve a Pintes Vendéglátóegység vezetőjével leülve megbeszélték, hogy a hely az adott, az adottságok megfelelőek ahhoz, hogy egy darts termet kialakítsunk, úgyhogy egy négy fix táblás, illetve egy négy mobil táblás termet alakítottunk ki ott a Vendéglátóegységen belül, ahova bárki bármikor lejöhet gyakorolni. Itt vannak edzés időszakok, és kedden és csütörtökönként vannak általában az edzések, és minden szombaton és vasárnaponként versenyeket tartunk. Három kategória van, vannak a hobbisták, az amatőrök, illetve a versenyzők. Mi az idén a hobbi részét vállaltuk magunkra, ezen belül is az egyéni, a páros, illetve a csapat versenyeket, és hát az idén szerettük volna bevezetni a gyerek versenyeket is. És hát azért mondom, hogy szerettük volna, mert ez egy akkora nagy lutri volt, hogy most a gyerekek fogékonyak erre, vagy sem. És hát el kell mondanom, hogy az első híradásunk után 49 gyerek jelentkezett egyből. Tehát hatalmas mennyiségű igény van a gyerekeknek arra, hogy ők is ezt a sportot űzhessék. Egyes iskolákban sikerült már bevezetni a dárcot, mint szakkörjeleként is, illetve iskolai rendes oktatási időben belül a dárcnak a tematikáját, a matematikáját, a logikáját tanítják a gyerekeknek, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz számolást igénylő sportág, ahol a gyerekeknek igenis fejben ott kell lenniük a dupla, a tripla számolásokkal, a minuszokkal, a pluszokkal, tehát őnekik ez hatalmas nagy élmény is, meg egy gyakorlás is. És én úgy gondolom, hogy nagyon sok gyereknek volt egy példaképe, egy 16 éves kisfiú, aki szinte megszerettette a gyerekekkel azt, hogy hát ők is lehetnek tárcbajnokok, hogyha már ez az angol kisfiú ugye megnyerte maga mögé, kényszerítette a nagyokat, a nagy versenyzőket, az öregeket, és ő megnyerte a, a világbajnokságot, és hát ezért a gyerekek úgy gondolták, hogy akkor ők is szeretnének nagyot alkotni. Az előbb említetted, hogy jó a logikai készség fejlesztésére, Igen. de én tovább lépnék, ez egy közösség, szintén közösségépítő, amiről Igen. Ugye híres az egyesületed hogy nagyon szereti a közösséget megteremteni, építeni, erősíteni, és ez erre is jó. Igen, ez egy újabb közösség szerintem, amiről itt most beszélünk, mert öt éves kortól. 16 éves korig gyerekeket érintettünk ezzel a programra. A legfiatalabb versenyzőnk jelentkezőnk az 5 éves. Úgyhogy az igen. apukája elmondása szerint nagyon elszánt, és minden nap, amikor hazénnek az oviból apukával dárcoznak, és hát ez nekünk egy büszkeségünk, hogy egy 5 éves kis fiúval kell szembeszállnunk. Igen. Reméljük, hogy lesznek majd világnagyságok, kinőnek Reméljük. majd itt az. Egyesület Igen. Az a célunk, hogy lábban. itt a hobbi versenyzőket mi tovább fejlesszük, és egyesületi formába tudjuk továbbadni a gyerekeket, és hogy ne megyei illetve országos versenyre el tudjuk őket juttatni. Úgyhogy mi azért neveljük őket, hogy tovább tudjanak fejlődni. Ha minden jól megy, május 5-én a helyi lokálpatriótákkal karöltve anyák napi megemlékezés is lesz a Virázó Veszprém Egyesület jóvoltából, a Rafai Béla szobrászművész művész Jutasi alkotásánál, majd kezetét veszi a Virágos Veszprém programon belül a virágoztás. Igen. Új helyszín, új beszélünk. az volt 13 mögötti pingpongos terület. Igen. Pingpongasszalos területnél ott ö, tettük le a lantunkat, hogy itt szeretnénk tovább folytatni az Egyesület működését. Mm. És hát én úgy gondolom, hogy ez egy ö, Újrakezdés az Egyesületünknek, és más közegben lévő rendezvényeink megtartása még nagyobb közösségeket fog összekovácsolni, illetve ide vonzani a rendezvényünkhöz. Ugye ez már húsz éve megy, ez a virágosztásos történet. Én úgy gondolom, hogy ez az embereknek, a helyi lakóknak egy nagyon kedves program, amikor is korábbi évekre visszatekintve az önkormányzati képviselők rendékozták meg a lakosságot illetve most 5-6 évvel ezelőtt, amikor is ugye átvettük, mi folyamatosan ezen a májusi időszakban elindítjuk őket a nyári virág, virágos kert szépítésébe. Aztán ennek lesz majd folytatása, de arról majd később még először beszéljünk arról, hogy július 13-án gulyás főző megmérettetés, második haszkovó gulyásparti főzőverseny jön majd. Igen. Hát az első alkalommal tavaly nagyon jól sikerült, 15 csapatot tudtunk befogadni, hát amikor föltettük az idén a jelentkezés már az 15 csapat meg volt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy bővítenünk kellett a parkot, hogy arra a befogadó képessége meg legyen. Nagyon aranyos kis rendezvény volt, az emberek ugye imádnak enni, imádnak főzni, és hát nagyon szerették az ő általuk elkészített étkeket ugye kínálgatni, mert ugye tavaly ez volt, hogy Igen. a vendégül láttuk a lakótelepet, akik lejöttek, azokat egy tálértelvel kínáltuk. Úgyhogy az idén szeretnénk ezt folytatni tovább. Úgyhogy nagyon, nagyon várjuk ezt a rendezvényt. Szeptember 27-e a következő fontosabb időpont a világos Veszprém programon belül eredményhirdetés és gála. Igen, ez a szokásos munkánknak a befejezése, mert ugye amikor is májusban kiosszuk a rengeteg virágot, miután a kezdünk el dolgozni az egyesületünk, amikor is ugye ebbe a három hónapban minimum háromszor visszamegyünk a kiskertek gazdáihoz, és egy botanikus kollégánkkal együtt ellenőrizzük, segítjük a munkájukat és hát már ö, szeptember első hetéig ö, nekünk el kell dönteni a, a zsűri tagjainkkal együtt, hogy ö, kik voltak azok, akik a, az adott évben a legszebb munkát ö, végezték, és ő nekik az értékelésük szeptember 27-én, a szokásos ö, szeptember utolsó péntekén öt órai kezdettel lesz. A helyszín? Igen, ezt kültérről bevittük már tavaly is a Pintes Vendéglátó Egységbe, és most is ott lesz. Tehát az idén is. És úgy gondolom, hogy amennyiben a Vendéglátó Egység vezetősége, illetve az Egyesület megegyezik hosszú távra, akkor itt szeretnénk mindig megtartani a, a gála műsorainkat. Ahol egy kis ajándékoztás, egy kis fogadás várja a díjazottakat, illetve illetve egy kis meglepetés műsorral készülünk az idén. A Virágzó Veszprém Egyesület további idei terveiről, programjairól egy későbbi adásunkban számolunk majd be, mert két hír még mindenképpen ide kívánkozik. Egyrészt megjelent két kiadvány a Haszkovó lakótelepről, másrészt pedig már a helyén lobog a városrész zászlója. Mik a részletek, Edina? Igen, 2023-ban kezdődött kettő olyan kezdeményezés az LKF részéről, amiben bevonták szintén a lakosságot, mondván, hogy szeretnének elkészíteni a lakosságnak a saját zászlaját. Egy olyan zászlót, ami jelképezi azt, hogy azon a lakótelepen milyen történések, milyen cselekvések, milyen intézmények, milyen közösségi formák találhatóak lakótelepeknek a vezetőjét összehívták, és segítségükkel három-négy mintát ők elkészítették, és abban kérték a segítségünket, hogy a lakosság bevonásával ellenőrizzük, nézzük meg, hogy tetszik-e a lakóknak, ténylegesen azt reprezentálja, amit ők elképzeltek, vagy pedig módosítani kell rajta. Ez kb. két-három hónapos munka volt, amikorra is elkészült a végleges verzió. A zászlóban megjelenik egy címer, ami négy sziluettet tartalmaz. Felül megjelenik a március 15 i úszodának a víz sziluettje, a bal oldalon megjelennek a színes március 15 i házaknak, ami eléggé híres itt a sziluettje. Alul a kézlabdásoknak, a kézlabda motivum, illetve a jobb oldalon a kis erdőnek az erdő kis fáj jelennek meg a címeren, ami én úgy gondolom, hogy az egész jutasi lakótelepből egy kis részletet igenis tartalmaz, úgyhogy jól eltalálták a tervezők, és ezt a, a címert beletették a Haszkóvó lakótelepnek a kedvenc színeibe, ezek voltak a sötétkék, a türkiszkék, türkiszöld, arany és a fehér, ami úgy gondolt a lakosság, hogy inkább ezek a színek, amik jellemzőek a, a lakótelepünkre, úgyhogy ebben a a kompozícióban megalkották ezeket a zászlókat, és ezek a zászlók most idén, március 7-én polgármester úr által hivatalosan átadásra is kerültek, és a zászlók már minden egyes eltervezett helyükön ott díszelegnek, és 6 méteres magasságban szinte mindenhonnan észrevehetők. Csak felfelé kell nézni. Felfelé, igen. Ugye a Haszkovó körforgalom, azt hiszem így ismerik a veszprémet. Igen, a mi lakótelepünken a, lakó a Haszkovó körforgalom mellett egy zöld területen oda került elhelyezésre, és tényleg ott a szél rózsa minden irányából, hogyha az ember érkezik, akkor nem tudja eltéveszteni ezt a gyönyörű, szép, nagy, hatalmas zászlót, ami ott lebeg. És hogyha lesznek városi nagy rendezvények, akkor ezt a zászlót, ezt viszitek majd magatokkal esetleg egy, egy ö... színpadi fellépéshez, bemutatkozáshoz? Igen. Gondolom erre lehetőség lesz. Igen, tavaly volt ö, májusban a zászlók bemutatása a hídünnep alkalmával a lakosság már ezt megismerhette, és a Virágzó Veszprém Egyesületnek az összes rendezvényén ezek a zászlók már kint voltak, kisebb ö, verzióba. És innentől kezdve, igen, ö, azt kérték tőlünk, hogy amilyen rendezvények a lakótelepen a jövőben meg lesznek tartva, ott ö, a magyar zászló mellett a helyi lakótelepi zászlók is jelenjenek meg, hogy az embereknek felhívjuk még jobban a figyelmét arra, hogy ez a mi zászlónk. Úgyhogy ö, ugyanolyan szeretettel kell rá gondolni, mint a magyar zászló van egy másik híred is a Haszkóvóval kapcsolatban, a Haszkóvó lakóteleppel kapcsolatban. Kiadványok készültek el, mint kiderült egyszerre kettő, egy Igen. kisebb és egy bővebb. Igen, ez is a tavalyi folyamán kezdődött egy es programprojekt volt. Megkérték a lakótelepek vezetőségét, hogy... Írjanak a lakótelepről kisebb történeteket, vonják be a lakókat avval kapcsolatban, hogy milyen programok, milyen események, milyen történelmi dolgok voltak jellemzőek erre a lakótelepre, és ebből egy ilyen nyolc oldalas válogatást sikerült összeállítanunk. Természetesen az EKF szervező bizottsága ezt kiegészítette az ő mondanvalóikkal, de 8 oldalon keresztül az itt működő civil egyesületek, Bemutathatták magukat, köztük a Virágzó Veszprém Egyesület is. Természetesen. Igen. És elkészült ennek egy bővebb verziója, ami mind a 15 lakótelepről elkészült kis kiadványt tartalmazza, ami egy átfogó látképet nyújt a Veszprémiekről, hogy melyik lakótelepen milyen programok, milyen egyesületek, milyen civil szervezetek működnek, milyen közösségek vannak. Jung Edinának köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen, hogy itt láttam.